Képviselő úr, ugyancsak 2 perces. Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselőnek mondanám. Tehát azért, hogy alapvetően egy profitorientált cég, és mint ilyen, egy cégvezetés lehet jó gazda szemléletű, vagy nem jó gazda szemléletű. Minden esetre, hogyha nem jó gazda szemléletével bánik a cégével, akkor nyilvánvalóan olyan kiadásokat engedhet csak meg magának, abból adódóan, hogy profitorientált, amik feltétlenül szükségesek, és a hatóság előírja. Ilyet ugye a hatóság sose írt elő, és nem azért spórolta meg a milliókat, mert nyilván nem tudhatta, hogy később már milliárdos károk keletkeznek ebből, hanem azért, hogy nyilvánvalóan, hogy ezzel a profitot növeljen, mivel senki nem írta elő neki ezt a kiadást, így ő nem tette meg. Ha nyilván eszébe sem jutott, hogy ez a gátfal egyszer átszakadhat, vagy legalábbis bízott benne, hogy megúszza. A másik pedig az, hogy jövőbeni nyersanyagként használják a vörösiszapot mindenhol a világon. Ennek némileg ellentmond az, hogy a legtöbb országban ezek az üzemek tengerparton létesülnek, és egyszerűen tengerbe eresztik bele a vörösiszapot, tehát nyilván az már elég bonyolult onnan utána utólagosan kinyerni, tehát itt van ez egy kis ellentmondás, de ez csak kiegészítésképpen. Szintén önöktől hangzott el, hogy a bizottság, még azt hiszem a vezérszónoklatban, hogy a bizottság úgymond csak meghallgatások alapján állította össze a jelentését. Én azért ezeket a meghallgatásokat nem degradálnám le, hiszen elég nagy nevek voltak itt a meghallgatottak között, és igyekeztünk minden oldalt meghallgatni. Az pedig, hogy geofizikai szakértőt nem hallgattunk meg. Földmérési és távérzékelési intézettől volt egy geofizikus szakértőnk, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Veszprémi Bányakapitányság, a Magyar Állami Földtani Intézet többek között azok az intézetek, ahonnan hasonló szakterületű szakértőt meghallgattunk. Legutóbb volt ugye a Magyar Állami Földtani Intézet, ahol kifejezetten talajtani geofizikai szempontból történt ez a meghallgatás. Köszönöm szépen, a többire majd később. Szilágyi László képviselő úr, LMP, ugyancsak 2 perces. Köszönöm szépen. Vitatkoznék Kovács Tibor képviselő úrral. Igenis voltak arra.